Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én a Viktor vagyok, ez pedig itt a Kockazón csatorna. Ismét eltelt egy hét, szóval nézzük a híreinket. Nagyon sok dolog nem történt, viszont feltöltésre került egy újabb Behind Brawl Stars epizód, ami a Supercell Creator-ré válás teendőiről szól, és egyébként Shift-Pet vezette le. A videóban kiderül, hogy a Content Creator Boost nevezetű program már nem beta verzióban van, tehát a Twitch-en vagy YouTube-on tevékenykedő tartalomgyártók, akik rendelkeznek legalább 5000 követővel, azok már jelentkezhetnek is a leírásban megtalálható linken keresztül, ami egy vadonat új weboldalára dob a Supercellnek. A programnak úgymond 4 szintje van. A legalsó szint a bolt, amit 5000 követőnél lehet elérni, vagyis ezt minden jelentkezésre jogosult tartalomgyártó egyből megkapja. Ez a szint tartalmazza a Supercell Creators Discord szerverbe való belépését, ahol exkluzív eszközöket és különféle támogatásokat kapsz. A következő szint a Swords, amit 10000 követőtől lehet elérni, és tartalmazza az exkluzív tartalmak elérését, a játék early access-ét és a következő frissítés tartalmát, pontosabban kipróbálhatod és készíthetsz videót a játék következő frissítésének beta verziójával, természetesen emellett a Discord szerverbe is beléphetsz. A legnagyobb szint a Shields, ami 50000 követőtől elérhető, és tartalmazza a fejlesztők Slack-jére való meghívást a még exkluzívabb tartalmak eléréséhez. Játszhatsz a következő frissítéssel, és kaphatsz játékbeli promóciókat. Gondoljuk, hogy ez alatt például a Creator Code-ra gondolnak, de ezt mi sem tudjuk, mivel csak annyit tudunk, amit leírtak. Reméljük, hogy tudtunk segíteni, és most már jobban értitek ennek a programnak a lényegét. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!